Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője. Mikor egy holttestet rekonstruálunk, vagy egy temetésre előkészítünk, vagy hambasztásra, vagy egy megtekintésre, tehát ott, ott nekünk alkotni kell, ez bármilyen furcsán hangzik, tehát egy olyan, illetve olyan kell ott produkálni ezzel a holttestel, hogy az megtekinthető legyen, az fejlesen rabatalozni, tehát ez egy sikerélmény. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezére. Véleményvezérek. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. 98.6 Manna FM örömre hangol vélemény véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Ez a műsorunk címe már néhány hónapja. És itt Most már évek. Á, most már igen, tényleg. Ja, igen. És 18 óra elmúlt néhány perccel, és nyilván mindjárt elkezdjük a témánkat kivesézni, de köszöntelek, kedves barátom, Galer Indián. Ciao. Szervusz, kedves barátom, Kembe Artúr. <laughs> Nagyon szép, köszönöm. El most, a szoráll, jól jól a szorállt, hogy jó, hogy hogy áttérek most már másfél év után az Artúr. Nem tudok meghallgatni, hallgatni, de majd fogok. Na jó, és, és hogy, hogy, hogy miért ilyen kicsit lazább így a hangulat, még túl azon, hogy nem a téma az nem annyira laza, de próbáljuk egy kicsit ezzel kompenzálni már előre a vendégeink felé, meg a kedves hallgatók Igen, felé. Igen, mert az a témánk, hogy ezt is valakinek el kell végezni. Igen. Így Na neveztük el. Ezt most úgy vezetném föl, hogy beszéltünk már érdekes szakmákról, elővettük az érégi szakmámat, mint Kaszkodőr hogy ki megy kaszkadőnek, ki a kaszkadői pályát. Hát én nem választottam, én ebbe belekerültem, a szakma választott engem, de teljesen jól megéltem. És erre jött az a téma, ami még szerintem mindig nevezzük úgy, hogy vagy kényes, vagy tabu, vagy nem beszélünk róla, de hát léteznek ilyen szakmák, mint például Hasraütőszerűen. Hasraütőszerűen, bocmester, halott kozmetikus, bűnügyi helyszínelő. Mindegy, hogy halott kozmetikus, vagy halott kozmetikus? De Igen, egy, lás, egy két, halott kozmetikus, fontos, ez nem szó. Úgyhogy bűnügyi helyszínül, tehát amiről úgy nem is tudjuk igazán, hogy mi a munkakörre, mit csinál, csak sejtjük, vagy inkább nem is beszélünk róla. Hát vagy a CSI-t nézve biztosak vagyunk benne, hogy jobban értünk hozzá, mint ő maga. Na, de hogy akkor ne nagyon <laughs> kerigessük a forró kását, vagy rángassuk a cica pajzát, hogy ilyen szép fordulatokkal éljek. Köszöntünk mindenkit a stúdióban, két vendégünk, Törteli a rendőr, százados bűnügyi helyszínelő. Hello Eszter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat, Hello. És Keserű János, boncmester is itt van velünk. Hello János, köszönjük, hogy Köszönöm a, a meghívást. Én is Mi, Mi a pontos titulus? Boncmester. Boncmester. boncmester, igen, ez a egész pontosan ez a titulus. Elmondani se lehet. Ja. Nem. Igen. Nem. De hogy most bocsánat, hogy most ennyire formális dolgokba megyünk bele, de hogy amikor Eszterrel leveleztünk, akkor, akkor előjött egy olyan megfogalmazás, amit most itt hirtelen, ugye a hivatalos titulsához hozzá kéne mondanom, de amit csak betűszókkal illetnék. A BRFK, BS, BTO, KSTA. Igen. Ez mit jelent? Melyik kantonik kínai. Igen, ez a BRFK, bűnügyi Igen. szervek, bűnügyi technikai osztály központi szemle és technikai alosztály. Azt a betyár mindenit. Jó. Hát ezt a felkomba nem fogjuk még egyszer azt, így elmondani, ez biztos. Íze, íze. Így van. No, hogy, hogy, hogy valakinek el kell, ezt is el kell végezni, ezt is. E, így látjátok, hogy vannak, most túl az olyan saját szakmátokról majd mindjárt beszélgetünk, de hogy vannak olyan szakmák, amikre azt mondtuk, hogy hát já, jó, de azt valakinek ezt is el kell végezni. Tehát jól látjuk-e mi ezt az irányt? Szerintem nem. Van, tehát van olyan szakma, amit senki ne végezzen el inkább? De úgy értem. Én szerintem nincs olyan szakma, ja. inkább úgy mondanám, amit nem végeznek el emberek. Valakinek mindent. Valakinek mindent. Így van, Eszter? Igen, én is így gondolom. Tehát nekem is megvannak azok a szakmák, amik tőlem például nagyon távol állnak, tehát aminek mondjuk nem tudnám elképzelni saját magamat. De erre az a kíváncsi, hogy ez péld, csak egy példa, hogy te, a te fejedben hogy van ez? Mm, Építőipar. Épít, <laughs> Jó. Például, például. Jaj, jaj, ilyen jaj. dolgok távol állnak tőlem. Tehát uh, nyilván nyilván megvan az uh, szerintem is az embereknek, hogy mi az, amiben jók, mi az, ami, ami őket érdekli, és uh, szerencsés az, a, az, aki azzal foglalkozhat, ami, ami valóban ilyenben érdekli. Mm -hmm. Igen, és ezért érdekes, hogy ti itt vagytok, mert hogy valaki azzal fog, mert miben jók. Ez mikor derül ki, hogy valaki... Jó, lehet, hogy az ABC tanulásán az Y-t ezt nagyon szépen írja, és akkor egyszer csak kiderül, hogy az Y-t azt meg is tudja csinálni egy boncolás esetében. De hogy ez mikor? indul el valakinek a fejébe, amikor játszik a kis katonával, vagy a nem tudom, gyermekkorába, Ez, odáig vissza lehet ezt eredeztetni? Ezt az egész irányultságot, ami aztán utána egy szakmai csúcsokat elérve meg is valósul. János. Hát én azt úgy gondolom, hogy én erre a pályára nem készültem. Tehát, tehát úgy sodródtam, és ezt elmondom, hogy hogy történt, én egészségügyi területén, műtösként egy nőgyógyászati osztályon kezdtem az egészségügyi pályafutásomat. Ez azzal járt, hogy szöveteni anyagokat szállítottunk a patológiai osztályról, e vizsgálati célral, és így kicsit közelebb kerültem a szakmához, vagy legalábbis a halottakhoz. És ez úgy elkezdett engem érdekelni a, a, a maga, maga a test, a, a, az emberi test és végül is úgy gondoltam, hogy kipróbálom, és jelentkezek segédnek. Tehát ez nem gyerekkor... Akkor ez nem. Nem, ez ez, ez, ez nem. Aha. nem erre készültem. Ez készült. egy folyamatnak az egyik lépcsőfoka akkor lényeg. Igen, ez így Jaha. igaz. Eszternél ez, ez na, na, az is hogy érdekes, hogy az embereknek mindig megvan... És azért érdekes hogy megint ez az egész téma, mert sztereotípiákról beszélgetünk folyamatosan benne, vagy ezen keresztül. Tehát az sztereotípja, hogy egy bűnügyi helyszín elő végtagokat rak össze, meg nem tudom mit csinál, az is sztereotípia, hogy, hogy furcsa emberek a bonszmesterek és hogy nagyon furcsa dolgokat csinálnak, de hogy alapvetőleg az is sztereotípia, hogy egy kislányban nincs ez benne. Tehát így azt hiszed, hogy nekem is lányom, nem tudom elképzelni, hogy egyszer csak bűnügyi helyszínen legyen, de hogy azért, mert ez sztereotípus gondolkodásom van, és jól látom, tehát a kislányban benne volt, vagy nem volt? Gyerekkoromban is már ez bennem volt, ugye velem kapcsolatban több ilyen cikk megjelent, hogy már a homokozóban is csontokkal játszottam, hát ebben eb eb némi igazság <laughs> van. E abban a tekintetben, hogy, hogy tényleg mindig nagyon érdekelt engem az, hogy ugyanez, hogy hogyan készül gyakorlatilag az ember, az élőlények, tehát hogy, hogy tényleg mi mozgatja, mi van belül. Tehát én is orvosnak készültem egyébként. E aztán a későbbiekben alakult ez ki bennem, hogy, hogy inkább úgymond emberekkel szeretnék foglalkozni, tehát így együtt másokkal, és, és, azért gondoltam, hogy, hogy ez a szakma jó lesz, meg rengeteget olvastam gyerekkoromban, én szerettem ugye a krimiket, illetőleg az ilyen orvosos könyveket, tehát egy kicsit, kicsit ez motivált erre, hogy nagyon érdekesnek találtam. Engem az érdekel, hogy a szakmátokon belül kell -e, nem, nem hiszem, hogy kell, csak azért megkérdezem, laikusként, vagy mondjuk a nép hangján, hogy kell -e átkapcsolni a civil magánéletetekből a munkakörötökbe hogy kell egy más gondolatiságot fölvenni, amikor dolgozol. Általában, aki dolgozik, ha jó helyen, jó dolgozik, szereti, amit csinál, akkor nem kell átkapcsolni, mert hogy az az élete része. Tudom, hogy ti is szeretitek a szakmát, csak hogy annyira speciális, hogy át kell valahogy kapcsolni belül. Én, mikor elkezdem a munkámat, tehát bemegyek a munkahelyemre, akkor én ezt úgy élem meg, hogy belépek egy szentébe. Ez bármilyen furcsa hangzik, mert én úgy gondolom, és úgy tudom, és hiszem, hogy maga a test a szent. Én ezt így hiszem, és gondolom is. Tehát nyilvánvaló, hogy mikor egy ilyen közegben vagyok, akkor ezeknek az elvárásoknak kell megfelelnem. Tehát alázat és egyéb dolog, mikor a munkatárgyával ugye foglalatoskodok éppen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs magánéletem, tehát nyilvánvaló, hogy munka után, ha becsukjuk a szentély ajtaját, akkor kilepünk egy másik világba. Tehát ezt a két dolgot valahogy egyensúlyba kell tartani. Nekem egy óriási nagy szerencsém van, hogy nekem van egy olyan hátterem, van egy feleségem, aki ebbe maximálisan partner és segítő, és ha nekem ilyen problémáim vannak esetleg a munkámmal kapcsolatban, ő ebbe társ. Tehát tehát ez a munkavégzéshez kell egy háttér, kell egy magánélet, kell egy kapcsolat, kell egy társ. Ez egy nagyon fontos dolog. És én úgy gondolom, hogy ha itt van egy <kül> egyensúly, akkor, akkor tulajdonképpen a, az ember a feladatát is tökéletesen el tudja látni, ezeknek az elvárásoknak meg tud felelni, és aki el akkor éppen a családjának hát. is meg tud felelni. Helyen, hát. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy én úgy gondolom, hogy egy, ez az egyensúly legyen meg, és ha ez megvan, akkor működik a munka, működik a magánélet. Véleményvezérek Artúral és az Indiánnal Manna FM. Hallgasd a 98.6 Manna fm -et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Amikor mi kimegyünk dolgozni, akkor nagyon-nagyon kell koncentrálni, nagyon kell figyelnünk. Ugye az én munkám nehézséget az adja, hogy nekünk nem szabad hibázni. Tehát, hogyha mi elkövetünk ott egy olyan hibát, akkor akár egy gyilkos maradhat szabadlábon. Tehát nagyon-nagyon pontosan kell végrehajtani azokat a szükséges feladatokat, nyomrögzítéseket, amik ugye ezt szolgálják. Ez az egyik oldalam. A másik az, hogy ugye mi 24 es munkarendben dolgozunk, a munkaidő elejét tudjuk, a végét azt nem mi határozzuk meg. Tehát ez is adja ennek a, egy picit a, a nehézségét, hogy nem, nem szoktuk tudni megmondani előre, ugye, hogy, hogy mi történik aznap, hogy, hogy mikor fogunk végezni. Ugyanakkor Tényleg el kell tudni választani a dolgokat, hiszen amikor mi oda megyünk, mm. valamilyen helyszínre, ahol egy haláleset történik, ott ugye fokozott pszichés megterhelés alatt álló személyeket találkozunk, tehát sírnak, ugye mindenféle gyászfolyamatok már elindulnak, és ennek nyomán, Nekünk ezt nagyon-nagyon objektíven kell kezelni, tehát nekem nem szabad magamra venni azokat a dolgokat, amik ott történnek, amiket ott látok, mert ha én azt magamra veszem, akkor én szubjektíven fogok dolgozni, és a munkánkban és nagyon elfélek. fontos az objektivitás, így van. Tehát ezt egészen egyszerűen fel kell venni ezt a gondolatmenetet, hogy én most itt vagyok, én azért vagyok itt, hogy segítsek, én azért vagyok itt, hogy megállapítsuk, hogy mi történt, és az is a dolgom, hogy aki ott van, hozzátartozó, őt a lehető legjobban átsegítsem ezen a folyamaton, és megértessem vele, hogy mi történt. Itt összenéztünk, bocsánat, Jánossal ott az előbb, amikor, igen. amikor Eszter mondta, hogy, hogy, hogy nem, szabad nem szabad hibázni. Ebázni. Jánosnak Ez egy rokon hibázni? szakma, akkor ezek szerint, mert náluk sem szabad, és nem illik hibázni. Hát nyilvánvaló, mint minden munkának ennek is van egy úgynevezett szakmai protokollja, tehát ezeket a szakmai szabályokat, hogy neked is, tehát ezeket ugye be kell tartani. Azért kezdtem el mosolyogni, hogy végül is... Nálunk sem szabad hibázni, és nem lehet hibázni. Aztán egy nagyon érdekes dolog dologról beszéltél, és én ezt mondjuk nem is gondoltam volna, hogy te is átéled azokat a dolgokat, amit én mikor egy hozzátartozóval. Hát tárgyalok, kiadok okmányokat, illetve felvilágosítást, és akkor találkozok, akkor kerülök olyan helyzetbe, hogy az ő gyásza, az ő baja, az ő panasza. Tehát, tehát, itt, itt van az, hogy valahol kell egy empátia, kell, kell, egy, kell egy odafigyelés. De ezt nap, mind nap ezt a terhet nem, nem veheti föl az ember. Tehát, tehát ez, ezt valahogy ezt is helyére kell tenni. Tehát, hát ez ezt hogy lehet kompenzálni? Hát ez nehéz. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát Hazavinni nem lehet például. Nem szabad, de lehet. Tehát nem, ez... nem, nem, nem. Szá... Nem, akkor nem lehet, száll ki az ember. az egész egy, egy szerintem. érzés, ez, ez egy nagyon fontos dolog. Ez, ez, ez biztos, ez egy nagyon fontos dolog. De, hogy mondjam, szinte zú, zúdul az emberre, tehát egy nap több hozzátartozóval, több családtaggal találkozik, és, és mikor, mikor ennyi negatív dolog, ennyi baj, szomorúság ez, ez azért ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. És tulajdonképpen a szakmánkban talán, talán ez, ez a legnehezebb. Nem is maga a munka, tehát nem is maga a boncolás, tehát, hanem, hanem ezek a kapcsolatok. Hát Meggondolom, ez ezt, egy idő után, tehát ez egy, egy pusztán terminusz technikusok vagy technikai folyamatok zajlódnak be, mint az egyes, kettes. Oké, de halálesetről van szó. Igen. Tehát itt azért ezt nem lehet így leegyszerűsíteni. Uh -huh. Tehát itt mögött életek vannak. Tehát itt, itt tragédia van. Van. Tehát ez egy nagyon nehéz. Igen, nagyon és nehéz. szerintem még mindig tabu téma, maga a halál, az elhalálozás, az azzal kapcsolatos dolgok, még mindig ilyen tabu. Amikor ott beesik, akkor mindenki összer, hogy vál, hogy na, akkor ezt hogy dolgozzuk fel, mi történik. Azért, hogy megyek ilyen messziről, mert arra lenni kíváncsi, hogy a család, a barátok, ők hogy véleményezték, amikor a pályát elkezdték? Én most magamból indulok, hogy amikor én elkezdtem az én furcsa szakmaimat, mint hogy kaszkodőr meg tett, azt mondják, hogy fiam, te teljesen hülye vagy, ebből hogy fogsz megélni, még mi az, hogy kaszkodőr, ezt kitöröd magad, akkor ápolnak egész életembe. Tehát én mindig le voltam oltva, ehhez képest 30 éves csinálom, hogy nálatok a baráti kör, a társaság, a család, amikor először úgy beavattátok, ők hogy lépték, hogy mit, mit gondoltak, főleg, hogy hölgyről van szó. Ők a coming out meg volt Mm, igen, én mondtam, szerintem első öt mondatomban biztos, hogy benne volt az, hogy ha, ha engem választ, akkor a jelvényemet is választja. Tehát, hogy ezt el kell fogadni, hogy, hogy ez, ez, egy, ez nem egy munkahely, ez egy hivatás, ez egy élethivatás, ez egy életforma. És ezt gyakorlatilag tisztáztuk az elején, hogy ne, ő lesz itt az, akinek sok esetben egy picit többet kell beletenni majd dolgokba, mert nem biztos, hogy tudok jönni, nem biztos, hogy ugye végzünk. Ha engem hívnak, én megyek, tehát nem tudok igazából nemet mondani. És ezeket a dolgokat megbeszéltük, és ez valóban amit itt mondtál, hogy, hogy, ez nagyon kell egy, egy támogadó és elfogadó közök, mert ezt nehéz azért elfogadni egy átlag embernek, hogy nem vagyok ott hétvégén, nem vagyok ott ünnepnapon, tehát uh, nekünk ugye nincs hétvégén, hát is éjjel a kicsi nincs Ilyen a színészet is, de azért Igen. a tiéd mégiscsak. Igen. Akár nézzük azért a halott. semmi baj ki jön Igen, színész Igen. ő sincs ott karácsonykor, mert ezt is műveltük. Igen. Ott sincs viszont... húsvét, viszont ez itt azért nagy trauma közepette dolgozol, Meg, mondjuk ki brutális eseteknél, meg aztán még hatványozottabb ez. Majd mindjárt hát, a munka jellegét, hogy mi a, miről szól, bocsánat, de, hogy a másodperc csak, hogy Jánosnak még a, reagálás joga meg legyen. Én, szerencsésebb helyzetben voltam, vagy vagyok, mint te. Tudnék, az én feleségem, az egy madám, egy szülész. Tehát én egy picit, picit könnyebb helyzetben voltam. Ez úgy baráti körben, hogy is hangzott, hogy Úristen, a kezdet és a vég, egy van. <laughs> Tehát ez egy olyan és nagyon félünk. érdekes felállás volt akkor, és úgy visszaemlékszem rá, hogy azért mikor ugye, úgy megtudták ismerősök barátok, azért úgy eléggé furcsán néztek rám, vagy egyáltalán, hát hobbide, hogy, de hogy tudok. Le, de az volt a furcsaság, hogy úristennek elment az esze, úristen, ja, hát miért csinálja ezt? Úgy, vagy igen, melyet? igen, most ha. csak mondok hát, egy, egy... Hogy lehet ezt csinálni? Igen, ezt, hogy ezt, lehet, igen, igen. a leginkább é, <hmens rzeczy> hangzatos. É, például, és, én, szeret, szeretek főzni, és mikor ez úgy kiderült, akkor ez a baráti kör úgy nem ha Nem, nem, anyag nem anyag nagyon. nagyon. Ment a halászlevem. <laughs> <laughs> Úgyhogy nem, nem nagyon, nem nagyon. Tehát hát volt, volt, uh -huh. ilyen, volt ilyen, ah. ilyen, ilyen helyzet, de túléltem. Tehát... Meg valóban le kell számolnunk ezekkel a sztereotípiákkal, aminek ki vagyunk téves sokszor, tehát hogy, hogy, én is ezt látom, hogy, hogy gondolnak valamit, mert látnak egy CSI filmet, látnak valamit, és akkor, és akkor jönnek az azokhoz kapcsolódó nyilván kérdések, és az azokkal kapcsolatos sztereotíp gondolkodásmód. Én, én azért állok ehhez nagyon pozitívan és normálisan, hiszen honnan is tudhatná az ember, mert ez egy nagyon-nagyon réteg munka miénk, tehát ezt, ezt kevesen csinálják az országban, tehát ez, ez evidencia, hogy nem is tudhatnak róla sokat. Viszont tényleg ezeket, amikor már elmondom, hogy én mit csinálok, tehát elmagyarázom nekik, hogy én, én nem a halottakat szeretem, hanem a hozzá kapcsolódó munka az, ami ben érdekes, tehát, hogy tényleg mi forgatunk egy filmet visszafelé, hogy ott van egy végeredmény, és abból mi visszaforgatjuk. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal Tegyük egy picit tisztább, bocsánat, a szakmát, mint olyat. A boncmester munkája mikor kezdődik el? Ha Eszter végzett. Meg... <laughs> Bocsánat! Igen, <laughs> Bocsánat. Akart, akartam is mondani, hogy mi... Még... Bocsánat! Előbb, összeféte először összeféte. Eszter jön, Aha, és... és utána Igen. Hát akkor kezdjük Eszterről. Jár bizonyos fajta adminisztrációval, tehát én nem feltétlenül azt gondolom, hogy ott áll az ember beöltözve, és betolnak hozzá egy testet, és akkor elkezdi az Y-t fölvágni rajta, hanem gondolom van munka is bőve. Ez így igaz. Úgyhogy, tehát következő, és elég sok papírmunka, hogy így hát. érzem ki magam. Tehát mielőtt egyáltalán egy boncoláshoz, boncolást elkezdünk, ugye holttestet, azonosítani kell, Ugye, Azt úgy, mint a filmekben, hogy valaki megteszi? az e, a... hát nem. Egy, a holtestek Általában az, azok az, azokkal esetek, akikkel én foglalkozom, azok kórházban vagy lakáson haltak meg. Hát ezek természetesen ugye lápszédulával látják el, amin az elmúltnak az adatai szerepelnek. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt egyeztetnem kell a korlappal, és mikor ez megtörtént, a patológus engedélyével hozzáfogok, a, elkezdem a boncolást. Tehát mikor ez megtörtént, akkor erről készül egy boncolási, egy, egy halott vizsgálati bizonyítvány, és majd ezt a halott vizsgálati bizonyítványt a hozzá hozzátartozójának kell kiadni. Tehát van van egy nyilvántartási naplónk, kiérkezett mikor halt meg, tehát azért itt uh -huh. elég komoly adminisztrációs munka is uh -huh. van, és itt nem lehet tévedni, pontosan nem lehet tévedni. Ez az a pont, tehát, ahol nem lehet tévedni, ahol vagy nem sehol? Nem lehet tévedni, de sehol nem lehet tévedni. Uh -huh. Sehol nem lehet tévedni. Csak például ugye, hogy a legkinosabb pont lehet az, hogy például egy halott csere van, hát az, az, ez elképzel, az egy elképzelhetetlen, az egy az egy dráma. Tehát, tehát mikor egy halott föl van cserélve, tehát ilyen nem fordulhat elő, nem is fordul elő, de volt már a példa. Aha, az hú, az, 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 hát az, az, az ez, traumának nevezhető igen, egyébként igen, is az helyzet. Mi a te első lépésed? Jön a telefon. Uh, igen, tehát nekem, amikor, én akkor megyek, amikor küldenek, tehát ilyen mm. szempontból egyszerű a feladat, tehát hozzánk érkezik a tevékenység irányítóktól egy telefon, elmondják, hogy hol van a helyszín, nagyjából, hogy mi történt, mi felkészülünk azokkal az eszközökkel és azokkal a dolgokkal, ami várhatóan szükséges lesz, és elindulunk a helyszínre. Én megyek, én nem vezető vagyok, jön velem egy vagy kettő bűnügyi technikus, illetőleg egy halott vizsgálati szaktanácsadó, egy igazságügyi orvos szakértő, aki megvizsgálja majd ugye a holttestet. És. Öm... bocsánat, csak, csak holttestes helyzetekhez szívnak ki, téged? Vagy öm... ö... Én központban dolgozom, tehát nálunk úgy van, hogy van egy életes, illetőleg van egy vagyonos bizottság egy mm. nap, hogy az életes, ő, ő megy a, a halálesetekkel kapcsolatos címekre, tehát rendkívüli halálesetek, öngyilkosság, baleset, bármi ilyesmi, mm. és illetőleg az életellenes bűncselekményekhez is, tehát akár egy életveszélyt okozó testi sértés, vagy egy emberölés, és a másik bizottság pedig minden egyéb kiemelt bűncselekményre, mm. amelyre utasítják, tehát fegyveres rablás, meg 50 millió feletti tehát egy ilyen meg van határozva exaktul, hogy hogy igazából mi a munkakörünk, plusz amire utasítanak nyilván. Igen. És többségében én most erről, erről tudok igen. nyilván. Ki érkeztek a kollégák vagy elküldelek. Igen, igen, igen. Tehát halálesetről beszélve, akkor ugye ez a, ez a protokoll, hogy egy bűnügyi technikussal és a halott vizsgálati szaktanácsadóval megvizsgáljuk ugye a helyszínen a holtestet, illetve a körülményeket, és nekünk az a munkánk lényege, hogy megerősítsük, vagy kizárjuk az idegenkezűséget. Uh -huh. Ez olyan az szem, első az, olyan szempontból, ö, nekem idézélesen mindegy, hogy mi a, az eredménye, tehát hogy volt idegenkezűség vagy nem, az a lényeg, hogy megnyugtatóan állást tudjuk foglalni. Igen, hogy megnyugtatóan, tehát hogy biztosan, biztosan hát. meg tudjuk mondani. Engem aki, ami barom érdekel, hogyha a baráti kör meg a csát konstatálta, ugye, hogy mi a szakmától kérdeznek, mernek kérdezni? Mire hatolag vagy még így is Távolságtartáson a szakmátok, aminek a -e kérdezni, és amikor már kaptak teljes körű választ, akkor akkor közelebb engedik ezt az egészet magukhoz? Vagy el, jobban elfogadják, vagy teszem azt még jobban el is ismerik? Hát az én esetemben nem nagyon. Mert mondtad, hogy nem fogyott a halászkény. Nem, nem nagyon Nem Nem, nem nagyon kíváncsiskodnak. És mint ezt említettem, ez továbbra is azért ez, ez, ez Tabu. azért tabuként van uh -huh. kezelve. Tehát ez, ettől valahol, hogy nem, nem tudunk megszabadulni, tehát ettől. És, Akkor csak mi vagyunk ilyen is. érdeklődők az Arthurra, hogy minket baromira érdekel ez. Lehet, hogy fura. É, fura mi? De tényleg csak é, így. É, nem, ez egy nagyon érdekes é, szóval, é, é, é. Én, 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 azt mondom, hogy ha teheted, és ez tényleg nem a reklám helye, 95-ben egy, egy porté egy dokumentumfilmet e, szerint személyemről készített Péjó Robert filmrendező, ahol mondjuk ezek a témák vannak feszegetve, képileg is. Én azt hiszem, hogy erre a kérdése, ez a film talán egy értelmű választ ad. Na most nem szeretnék mélységébe belemenni ebbe a dologba és próbál, próbáltuk ezt a tabut leépíteni ezzel a filmmel, hát nem nagyon sikerült. De kell ezt leépíteni? Tényleg egy ilyen De tabut? Hát vagy kell, vagy zavaró ez a tabu? Vagy miért kell egy... De van még az ezt nem válaszolt, nem. hogy Jabocsai. a család mit? Nem, mondhatnám azt, hogy nem illik ilyenről beszélni, ez bármilyen furcsa hangzik, uh -huh. mikor a mai világban is. Nem, még, nem. ez egy olyan Túl olyan kényes téma kényes téma. Ö, 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 és nem véletlen az sem, hogy a, a, a boncmesterek világa, ez viszonylag egy zárt világ. Tehát, e, tehát annyira zárt világ, hogy ö, nagyon kevesen műveljük ezt, mert ilyen bizony, 200-220 ember Magyarország, szinte majdnem név szerint ismerjük egymást, és úgy, úgy zárunk. Uh -huh. Úgy zárunk. Tehát tehát mondhatnám azt sem, ha van egy továbbképzés, tehát nekünk is egyetlen szakmai továbbképzések vannak rendszeresen. Mi saját magunk között is kerülünk bizonyos dolgokra. Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes, ez egy nagyon érdekes dolog, furcsa dolog. És még, talán még azt is gondolom, hogy egy picit ez az egész kérdés egy kicsit misztifikálva is van. Tehát, tehát ez... Nem kicsit. Ez, ez, én, én, ezt, én ezt úgy érzem. És talán, talán erről mi boncmesterek is tehetünk, tehát próbálunk burokba maradni. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ez ter te családodban, baráti <laughs> körben? Feszegetik a témát, tabort is? <laughs> Érdeklődnek, tehát érdeklődnek, pláne, hogyha olyan nagyobb média kapott ügyek vannak, meg minden, nekünk fontos, hogy nem beszélünk ezekről a konkrét ügyekről, hiszen ugye ez a nyomozás érdekét veszélyeztetni, de azért szoktak érdeklődni. Tehát én azt látom, hogy legtöbbször maga az ügy, vagy maga az esemény az úgy érdekli őket. Az kevésbé, hogy mondjuk én azt hogy élem meg, vagy, vagy uh -huh. mondjuk milyen ott a lelki világunk, vagy milyen ott a, ott a bármi, a hangulat, hiszen aki ebben nincs benne, tehát aki soha nem dolgozott benne, az mondjuk szerintem el képzelni sem tudja igazából, Itt is semmit hogy, hogy, hogy uh, hogyan is zajlik lesz az egész, vagy ott ott tényleg uh, mi hangzik el, mi történik, um, úgyhogy én inkább ezt szoktam tapasztalni. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal Hallgassd a 98.6 Manna FM-et! Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgassd online a mannafm.hu oldalon! Manna FM, örömre hangol! Ami engem mindig is érdekelt, ugye, hogyha már itt jelen volt a János esetében a kezdet és a vég, akkor mi volt az első? Tehát a legelső olyan dolog, amikor az ember ugye a szakmájával szembesült, és megkapja az első megbizatását, mondjuk így. Na, arra emlékeztek? Mind Annak az átélés érdekel, gondolom ér... engem is. Ez egy nagyon érdekes dolog most, amit kérdeztél. Az első boncolásom ha becsukom a szemem, ezt le tudom pergetni magam előtt. Komolyan. Ami 42 évvel ezelőtt történt, tehát nem most. Ez úgy megmaradt úgy rögzített, és ráadásul egy nagyon fiatal, egy 12 éves gyerek volt, tehát ez, ez hogy mondjam, ez ez az első majd majdnem eltérített a pályától, tehát nagyon közel álltam az a pont, hogy talán ezt mégsem nekem kellene. Tehát ez úgy, ez úgy megmaradt, ez úgy rögzült ez az első ilyen eset. Aztán a többi már nem, a többi már, a többi ott már a szakmai oldal, a szakmai kíváncsa, kíváncsiság, érdekesség, esetek, tehát az, az, az már. de az első boncolás, ez, ez meg, ez beégett, ah. ez a retinába beégett. Igen. Igen, és ezt az első eset? Az első őszintén én nem, nem tudnám megmondani, hiszen ugye nálunk is nagyon nagy számokkal dolgozunk, tehát elég, elég sok eset van. És inkább azt mondanám, hogy vannak olyan esetek, amiket tudom, hogy soha nem fogok elfelejteni. Tehát ez tényleg így van, hogy, hogy vannak olyan ügyek, amiket úgy az ember nem, nem tud elfelejteni az, az évek alatt sem, mert olyan, olyan érdekes volt, olyan nehéz volt, olyan különleges volt, vagy éppen tényleg olyan, olyan dolgokat láttunk. Figyelj, nekem van egy olyan, előttem egy ilyen szó, egy kifejezés, hogy de szép szakmája van. Szerintetek szép szakmátok van? az én szakmánk azért van szép oldala is. Tehát is. is. És pedig, mikor egy holttestet rekonstruálunk, tehát vagy egy temetésre előkészítünk, vagy hamvasztásra, vagy egy megtekintésre, tehát ott, ott nekünk alkotni kell, ez bármilyen furcsán hangzik. Tehát egy olyan helyzetet, egy olyan ö, ö, körülmény. Tehát illetve olyan kell ott produkálni ezzel a holttestel, hogy az megtekinthető legyen, az fejlesen rabatalozni. Tehát ez egy sikerélmény. Hát én gondolok egy baleset, mert elhunytnál, vagy egy nagyon ritka betegségben, hogy aminek olyan nyomai vannak a testén, amit nekünk el kell tüntetni. Tehát ez egy kihívás. És ebből fakadóan, nem tudom, hogy itt a beszélgetés előtt beszélgettünk, hogy ismételjem a szót, egy, egy új szakmára, ami nem, nem annyira régi technológia, vagy nem tek, de technológiaként régi, hát, régi, mert még ezt, a fáraók már csinálják. Ha azt mondjuk, hogy balzsamozás, akkor mindenki a fáraó. Igen, erre. Mindenki erre Igen. gondol. Körülbelül egy 6 hét éve itt, és akkor ennek az úrnak azért a nevét itt említenem kell, Novák Gergő úrról van szó, aki a téli zöld Kft. igazgatója, tehát egy temetkezési vállalkozás, aki egy olyan új dologgal jelent meg, hogy tanató praxi, vagy tanató esztétika. Tehát ez magyar lefordítva halott balzsamozást jelent, de ezt a szó nem értem, mert gondolom, mint fáraók idejébe történt. Tehát ezek olyan, olyan beavatkozások, amivel a holtesteket olyan állapotba tudjuk átadni a temetkezési vállalkozónak temetés vagy hangatás céljában, ami megtekinthető, tehát felravatalozható. Mm. Hát itt különböző... Petszereket használunk, tehát a különböző eljárási módok vannak, testületeket tudunk feltölteni, tartósítani valakit. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly dolog, és ez egy új dolog itt nálunk. Hát ennyien részletekben menjünk, vagy nem? <laughs> hát csak M már, mélységében nem akarok. <laughs> 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 ja, sajnos csak az időrövítsége miatt nem tudunk engem érdekelni. Hát ez egy, viszonylag ez, ez egy, 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 új dolog, és ez, ez engem még 70 évesen is nagyon izgalomba hoz ez a téma. Szakmai ez ez a szakmai. szakmai természetesen, úgyhogy és én, 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 én ezt nagyon nagy lelkesen és örömmel művelem, az utóbbi pár évben a boncmesterkedés mellett. Mm -hmm. Igen. Ami engem még érdekelni, így, így a vége felé mindkettőtök részéről, hogy a jövő generációja. Tehát azt ö, hamarabb el tudom képzelni, hogy sokat többen mennek mondjuk bűnügyi helyszínelőnek mint boncmesternek, de én arra kíváncsi, hogy lányok ugyanolyan arányban mennek, vagy ez még mindig fiús szakma, és hát a boncmesterség föl meg eleve kevesen vagytok, de hogy van-e új generáció? Tehát, hogy alakul-e, vagy nagyon-nagyon kevés? Mind a kettőtök össz kérdezném, hogy szól a nálunk ez ugye szakmában a szakma, ahogy szoktuk mondani, tehát ez azért mégis egy speciális terület a, a, rendőrségnek. Itt nálunk erre külön képzést is kell elvégezni, hogy valaki ezen a területen szeretne dolgozni. Én azt látom, hogy azért az érdeklődés folyamatos, mert visszautalva, tehát az, én szakmám szerintem nagyon szép egyébként. És ugyanez, hogy nem attól, hogy most itt elhúny személyekkel dolgozunk, hanem pontosan attól, hogy, hogy tudom, hogy én ott vagyok, és ugye feldolgozzuk a helyszínt, elkészül erről, egy jegyzőkönyv összegyűjtjük a nyomokat, és ez alapján akár egy elkövetőt tényleg elfognak, tehát azonosítanak mondjuk egy helyszíni DNS nyomból. Ez egy hatalmas sikerélmény, és úgy gondolom, hogy ez adja a munkánk szépségét, hogy minden, minden ügyben egy megnyugtatóan tényleg állást tudjunk foglalni, és hogy valóban van értelme és van eredménye ennek az egésznek. Tehát ugye gyakorlatilag az egész későbbi eljárás alapját, azt mindig a helyszíni szemle képezi. Tehát, hogyha ha mi jól dolgoztunk, akkor, akkor ez egy sikeres eljárás lesz. És még egyszer visszódolok, hogy a és lányok, vagy fiúk még e, mindig? Fíjusszak. Én azt gondolom, hogy azért, azért inkább a férfiak vannak, igen, többségben. Aha, ez, igen. Hát mind a mi szakmánk, ugye az egy nagyon kis létszámú, mint ahogy említettem, kb. 200 műveljük ezt. Általában ezt mindenki a nyugdíjig űzi. Uh -huh. ezt a szakmát. Mint ahogy említettem, ez egy elég zárt világ. Tehát itt, hogy mondjam, ilyen, majdnem ilyen kihalásos alapon, sőt, most már egyre több családon belül, tehát fiú vagy apa átadja a fiúnak. Tehát itt, itt, gyakorlatilag nincs túlképzés, hogy így fejezem, túl jelent. Tehát, tehát érdeklődő van, jelentkező lenne, de nem, szó, zárunk, nem, nem, nem nagyon szeretjük, ha úgy... Próbál. Igen, mert egy, szakmáknál az utánpótlás kérdése mindig egy jelentős kérdés, és azért az elején talán mondtam, hogy igen, nem tudom, informatikusnak akarnak, az a menő, mert nem tudom, Indonéziában is tudnak dolgozni, úgyhogy Budapesten van a cég. Igen, a mi szakmánk a... az nem divatos, tehát egy, egyikünk is sem divatos. Igen, tehát, nem. Vagy hát egy muncmester is tudna Indonéziába dolgozni. Ja, nyilván úgy, igen, de hogy neten, neten már bonyolult le, nem? Vagy nem tudom, hát ha... Igen, nálunk nincs home office, ez is egy közös. <laughs> jó. Ja, tényleg. Ja, tényleg. Na, hát igen. Úgyhogy, na hát nagyon érdekes, nagyon érdekes összefüggések, és sajnos az a baj, hogy ilyen szempontból viszont rövid a műsorunk, de így lassan így, így véget kell, hogy vessünk ennek a beszélgetésnek, de az a kérdés még, amit azért föltennék, hogy van-e olyan, amit még elmondanátok gyorsan, mert mi a kérdéseinket, ami erre az időre elég volt, föltettük. De van-e olyan érdekes dolog, amit te... nem kérdeztünk meg, és azt mondják, hogy ezt még gyorsan hozzátenném. Igen, ennyi még, hogy tényleg, tehát, hogy azért a mi munkánk az ugye nem ilyen, mint a, a CSI filmekben elképzelik, tehát én nem, én nem tudok magas sarkúba kis kimenni <laughs> a, a helyszíre, vagyis ki tudok menni, csak eredményes munkát nem fogok tudni végezni. Tehát nálunk ugye minket azért hívnak a papírruhások, vagy ugye mindig ugye fehér, a fehér, a fehér van. Így van a papírruhába, ugye, hogy ne össze a helyszín, meg a helyszín minket. Ugye erre nekünk nagyon kell vigyázni. És éppen ezért is azért, aki ezt a szakmát választja, ez egy borzasztó nagy állóképesség szükséges, tehát nekünk egy-egy helyszín elhúzódhat akár 20-30 órán keresztül is, és mindenhez készül mondjuk egy akár 50-60-70 oldalas jegyzőkönyv is. Mm. Tehát azért mondom, hogy ez, ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly elhivatottságot igényel mindenképpen. Na már, hogyha fogalmazni is tud az ember, emellé, ugye? Igen, igen, <laughs> az, az nem <laughs> Jó, na hát azt hiszem, kimerítettük akkor a témát, lehet, hogy nem olyan mélységben, mint ahogy azt a, mondjuk egy adott esetben egy dokumentum dokumentumfilmes produkcióban meg lehet járni, de ebben a szűk 40 percben szerintem egész jó, meg érdekes volt a beszélgetés is. És remélem, hogy nektek is az volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak vendégeink, itt volt Törteli Eszter, a rendőr bűnügyi helyszínő, BRFK, BSZ, BTO, KSZT a jelentsen is bármi. <laughs> és keserű János Boncmester. Ez egyszerűbb Ez sokkal egyszerűbb. Így van, köszönjük, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is köszönjük, köszönjük. a figyelmet. Indi, akkor legközelebb találkozunk itt. Egy hét Jó, oké. Véleményvezérek. Artúral és az indiánnal. Manna FM. Örömre hangol. Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője.